Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A hóember. Egy hideg téli reggelen Bogyó a csiga fiú vidáman kopogtatott Babóca ajtaján. Gyere velem szánkózni! Babóca gyorsan felvette a téli kabátját, sapkát, sálat, kesztyűt húzott, és már indultak is. A Katica lány felült a szánkóra, a csiga pedig húzta-húzta erősen. Hamarosan elállt a hóesés. Bogyó és Babóca élvezték a téli napsütést, lankás dombokon és meredek hegyoldalakon csúsztak. Nézd csak, milyen szép hóember, kiáltott Bogyó. Jaj, neki megyünk, aggódott Babóca, de már késő volt. A szánkó egyenesen nekiszáguldott a domb alján áldogáló hóembernek. Nem ütötted meg magad? Kérdezte Bogyó Babócát. Én nem, de a hóembert alig, ha nem tönkretettük. Hát igen, a hóember felborult, állapította meg Bogyó is. Meg is eszem a répa orrát. Hógolyozzunk egyet a hóemberből, javasolta Babóca. Bogyó és Babóca vidám hógolyozásba kezdtek. A hóemberből hamarosan szinte semmi sem maradt. Egyszer csak Baltazár, a méhecske köszönt rájuk. Babóca vidáman kérdezte. Nincs kedved hógolyozni velünk? Most nem érek rá. Hoztam egy kalapot és egy sálat a hóemberemnek, amit tegnap építettem. Nem láttátok véletlenül? Bogyó és Babóca riadtan néztek egymásra. Húha! Suttogta Bogyó. Biztosan azt a hóembert keresi Baltazár, amelyiknek neki mentünk. Nem merték elmondani Baltazárnak, hogy feldöntötték a hóemberét. Nem, nem láttunk semmiféle hóembert. Sehol sem találom a hóemberemet, fakadt sírva Baltazár. Bogyó és Babóca nagyon megsajnálták a méhecskét. Ne szomorkodj, mondta végül Bogyó. Építsünk inkább egy új hóembert. Jó, egyezett bele szipogva Baltazár. Az alsó legnagyobb hólabdát Babóca gyúrta, a középsőt, a hóember pocakját Baltazár, a legkisebbet pedig Bogyó. Ez lett a hóember feje. Babóca megemelte Bogyót, Bogyó pedig feltette a helyére a hóember fejét. Amikor a hóember elkészült, Baltazár végre a nyakába köthette a csíkos sálat. Bogyó nagyot ugrott, és feltette a hóember fejére a piros fazékkalapot is. Hű, nagyon szép lett, lelkendezett Baltazár. Az az igazság, szólalt meg ekkor bűnbánóan Bogyó, hogy mi tettük tönkre a hóemberedet. Véletlenül nekicsúsztunk a szánkónkkal. Nem haragszol? Na hát, ti voltatok? Kérdezte megdöbbenve a méhecske. De aztán hamar megbocsátott Bogyónak és Babócának. Ez a hóember sokkal szebb lett, mint az előző, jelentette ki. Menjünk, csúszunk le a dombon együtt! A három jó barát késő estig szánkózott a hegyoldal meredek lejtőin. Most már nagyon vigyáztak az új hóemberre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A léggömb. Egy nyári délutánon vihar tört ki az erdőben.
Babóca, a Katica lány, és Bogyó, a csiga fiú, a pöttyös házikó ablakából figyelték. A tomboló szélvihar csavarta, hajlítgatta a fákat, megrongálta a házaikat, az eső ömlött, mintha dézsából öntenék. Amikor végre elállt az eső, és elcsitult a szél, a két jó barát körbenézett az erdőben. Ide néz, Babóca! Ezt a fát kidöntötte a vihar, állapította meg Bogyó. Az eső pedig elmosta a virágaimat, sóhajtott Babóca. Babóca, Bogyó, gyertek gyorsan, segítsetek! Szaladt oda Ugri a szöcskelány. Valaki fekszik a réten? A réten tényleg sérülten feküdt valaki. Egy nőnüke bogár. Jaj, mi történt veled? Hogy hívnak? Ki vagy te? Hadarta egy szuszra Babóca. Nelli vagyok, a nünnüke. Fent lakom a hegytetőn, de a szélvihar lesodort, és nagyon megütöttem a fejem. Gyenge a szárnyam, nem tudok repülni, nem tudom, hogyan jutok haza. Sírdogált a nünnüke. Megemelték Nellit, és bevitték Ugri zöld házába. Ne félj, segítünk neked hazajutni, mondta Babóca. Délután eljött Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, és Vendel a szarvasbogár. Mind azon törték a fejüket, hogyan segíthetnének Nellinek visszajutni a hegytetőre. Egy léggömb lenne a legjobb, szólt Vendel. De miből készítsünk léggömböt? Kérdezte Bogyó. Takarókból, párnákból, lepedőkből, javasolta Pihe. És függönyökből, meg törölközőkből, tette hozzá Vendel. Nyomban munkához is láttak. Mind kivették a részüket, összevarták az anyagokat, egymáshoz illesztettek minden takarót, függönyt, lepedőt és törölközőt. Nelli is segített, napról napra erősebbnek érezte magát, és már a feje sem fájt. Eltartott pár napig, amíg elkészült a léggömb. Készen van! Köszönöm! Mondta boldogan a nünüke. Irány a hegytető! Hurrá! Repülünk! Kiáltott boldogan Bogyó. Na hát, ez csodaszép! Látjuk az egész erdőt! Ujjongott Babóca is. Nem sokára sötétedni kezdett. Amikor a hegyhez értek, Nelli felkiáltott. Hurrá! Itthon vagyok! Köszönöm! Ha van kedvetek, maradjatok nálam holnapig. Épp ma este lesz a csillaghullás. Szívesen maradunk, mondták mind egyszerre. Nelli finom süteményekkel és tejával vendégelte meg új barátait. Vacsora után kiültek Nelli házikója elé a hegytetőre. Üldögéltek, üldögéltek, és várták, hogy megkezdődjön a csillaghullás. Hurrá! Hulló csillag! Kiáltott lelkesen Bogyó. Én is láttam! Helyesett Babóca. Én is! Mondta Vendel. Amikor hűvösebb lett, bementek Nelli házába, és az ablakon át még hosszan nézték a csillaghullást. Elalvás előtt mind kívántak is valamit a hulló csillagtól. Nelli azt, hogy máskor is találkozzon majd új barátaival. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Buborékok. Ugri, Szellő, Bogyó és Gömbi azon versengett, ki tud nagyobb buborékot fújni. Hű, mekkora buborékok! Ugri a legügyesebb! Lelkendezett Gömbi. A szöcskelány egyre nagyobb és nagyobb buborékokat fújt, a többiek pedig megtapsolták. Ha
Hamarosan megérkezett Kelemen, hátán Babóca is, sárga hátú rokonával, Katicakatával. Mi is beállhatunk? Kérdezték. Bogyó már is Babóca felé nyújtotta a buborékfújókat, és a két katica fújni kezdte az apró gömböket. Oda nézzetek! Mekkora buborék! Kata buborékja Ugriénál is nagyobb! Ugrándozott Gömbi. Ugri sértett pillantást vetett Katára, és újra fújni kezdte a fúvókát. Szép nagy gömböket fújt, de nem akkorákat, mint Kata. Ügyes katica lány vagy, te fújtad ma a legnagyobb gömböket. Dicsérte meg Katát Kelemen. Kata nem is igazi katica, sárga a háta. Át kellene festeni pirosra. Ugri, csúnya dolog csúfolódni. Különben is csak azért csúfolódsz, mert Kata nagyobb buborékot fújt nálad. Kata sírni kezdett. Jaj, Ugri, most megbántottad Katát. Gyere, segíts megvigasztalni. Inkább hazamegyek, vágta rá Ugri, és ott hagyta a többieket. Ugyan, nem is úgy gondolta. Tudod, csak a buborékok miatt volt ilyen goromba. Ugri közben hazaérkezett, de sehogy sem találta a helyét. Leült enni, de nem esett jól az uzsonna. Rajzolgatni kezdett, de folyton elrontotta. Elhatározta, hogy inkább sétál egyet. Épp arra repült Kelemen a kanári, és meglátta a szöcske lányt. Nem akartam megbántani Katát, szipogott Ugri. Tudom, mosolygott Kelemen, és szárnyával átölelte a sírdogáló szöcske lányt. Nem szabad csúfolódni. De én nem is úgy gondoltam. Kata is igazi katica, és szép a sárga szárnya is, sírdogált Ugri. Mondd meg ezt neki, csak így egyszerűen, ahogyan nekem is elmondtad. Ugri eldöntötte, hogy megfogadja Kelemen tanácsát. Elindult, hogy elmondja Katának, nem akarta megbántani. De amikor megérkezett, csak ennyit mondott. Mit csináltok? Kirándulni megyünk a tóhoz, felelte Kata, és már is megérkezett Sűnsoma a gesztenye fogattal. Babóca és Kata beugrott a fogadba, és már indultak is. Ugri csalódottan integetett utánuk. Másnap ismét neki rugaszkodott, hogy kibéküljön Katával. Kata a tóparton üldögélt. Szia, Kata! Kezdte. Szeretnék valamit mondani. De mire belekezdett volna, megérkezett a barlangi pók. Most mennem kell, Ugri. A százlábú vár minket. Majd holnap elmondod, jó? Mondta Kata, felpattant a pók hátára, Babóca is bihe mellé, és elsiettek. Miért lógatod az orrod? Kérdezte Gömbi. Szeretnék kibékülni Katával, de sehogy sem sikerül. Ne szomorkodj, gyere be! Majd kitalálunk valamit, már van is egy ötletem. Szerintem adj valami apróságot Katának. Tudom már, nekiadom a buborékfújómat. Kiáltott Ugri, és örömében megölelte a virágbogárkát. Ugri, amint hazaért, becsomagolta a buborékfújót, és alig várta, hogy átadhassa ajándékát a sárga katica lánynak. Amikor lemenőben volt a nap, átsétált a pöttyös házhoz. Babóca, Kata, Szellő és Bogyó épp virágot ültetett a ház elé. Nagyon szép virágok! Segíthetek én is? Persze, gyere csak, megmutatom, hova milyen virágot ültetünk, magyarázta Babóca. Kata, ezt neked hoztam, hadarta Ugri, és átnyújtotta a csomagot a sárga hátú katicának. Butaság volt azt mondani, hogy nem is vagy igazi katica. Kata kibontotta a csomagot, és elmosolyodott. Egy buborék fújó. Köszönöm, Ugri, nem is haragszom már. Babóca, két jó barát kalandja. Évszakmanók. Egy télvégi napon a három szúbogár dühösen kopogott Ugri ajtaján. Farsangra királyfinak szerettünk volna öltözni, de a három bolha is királyfi lesz. Ez így már nem jó. Már készen volt a koronánk, a palástunk is, de nem vesszük fel. Segíts kérlek, nincs valami ötleted? Milyen jelmezbe bújjunk? Harsogták egyszerre. Lehetnétek esetleg három hógolyó, hiszen minden csupa hó odakint, nem nehéz elkészíteni? Ez nem jó, Ugri. Azonnal elolvadnánk, amint belépünk boltozár házába.
percek alatt csak egy nagy víztócsa maradna belőlünk. Akkor legyetek három evőeszköz. Egy kés, egy villa és egy kanál. Nem kell más hozzá, csak ezüstpapír. Ez nagyon jó, Ugri, de nincsen ezüstpapírunk, és holnapig már kevés az idő, nem tudunk szerezni. Egyszerűbbet kell kitalálnunk. Akkor mit szóltok a tevéhez? Az épp három személyes jelmez, egy fej és két púp. Igen, de tavaly a bolák is tevének költöztek. Így már nem az igazi. Újat kell kitalálnunk. És te mi leszel, Ugri? Kérdezték a szúbogarak. Nem is tudom, még nem találtam ki, tétovázott a szöcskelány. Közös jelmezt négyen, javasolták a fiúk. Jó, de mi legyen az? Négy virág? Vagy négy ördög? Lehetnénk négy csillag, vagy négy bolygó is, sorolták a szúbogarak. Ez nem elég jó. Olyan kellene, amiből tényleg négy van. Csak négy, se több, se kevesebb, mondta a szöcskelány. Tudom már, kiáltott Ugri, a négy évszak. Igen, ez nagyon jó, ugrándoztak a szúk. Évszakokból tényleg négy van. Ugri lesz a tavasz, mert az lányos, mi pedig beöltözünk nyárnak, ősznek és télnek. Munkához is láttak. Ugri rózsaszín ruhácskát vart magának, feldíszítette fehér virágokkal. A fejére rózsaszín virágkoszorút rakott. Olyan szép volt, hogy a szúbogarak mind elpirultak, amikor meglátták. A három fiú jelmezet gyorsan elkészült. A nyár zöld ruhát öltött, a hasán mosolygott a nap, a sipkáját falevél díszítette. Az ősz sárga színben pompázott, és színes falevelek csüngtek rajta. Télruhája kék volt, sok-sok fehér hópihével. Másnap izgatottan indultak Baltazárhoz, a farsangi mulatságra. A méhecske tűzoltónak öltözött. Vidáman üdvözölte Ugrit és a szúbogárkákat. Na hát, megjöttek az évszakok! Hamarosan mindenki megérkezett. Döme répának öltözött, Gömbi rakétának, Dorottya vízcseppnek, Lili madárjelmezt viselt, Szellő buszjegy lett, Egon kockacukor, Pihe banán, Babóca szaloncukor, Patrik pedig pulikutya. Az erdő kis lakói kiválasztották, ki a legszebb jelmez? Ki más nyert volna, mint a négy évszak? A második helyezett Vendel szivárvány jelmeze lett. A dobogó harmadik fokát pedig a két csiga foglalhatta el. Bogyó és Csiga Csaba mozdonynak öltözött. Nagy volt az öröm. Még a három bolha király is gratulált a győzteseknek. Babóca, két jó barát kalandja. A vízi csiga. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár együtt üldögéltek a réten. Bárcsak nekem is lennének rokonaim, egy távoli csiga rokon, sóhajtott Bogyó. Hiszen vannak rokonaid, Bogyó, a vízi csiga is csiga, mondta Pihe, a lepke kislány. Igen, ugrott fel vidáman Bogyó. És hol találkozhatok a vízi csigával? Sehol, vágta rá Baltazár. Szerintem nem is létezik vízi csiga. De igen, létezik, mérgelődött Pihe. Tudom is, hogy hol él. A fenyőerdőn túl, a kerektó mélyén áll a házikója. Ugyan már, butaság, vágta rá a méhecske. Az lesz a legjobb, ha elmegyünk mind a kerektó partjára, javasolta Babóca. Gyertek, majd én elviszlek titeket, szólt váratlanul Soma a süni. Hurrá, kiáltotta Bogyó. Hozom a levegőpalackokat, hogy lemerülhessünk majd a tó fenekére.
Azzal Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár beugrottak a sünfogadba, és elindultak a kerek tóhoz. Késő este volt már, amikor meglátták a tavat. Vigyázzatok a hintó! Kiáltott a méhecske, de akkor már késő volt. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe sírni kezdtek. Semmi baj, aludjatok egyet, és holnap majd leúsztok a tó mélyére. Biztosan megtaláljátok a hintót. Vigasztalta őket Soma. Másnap Bogyó korán ébredt. Nézzétek, a tavirózsa kinyitotta szirmait, és a levelén áll valaki, nekünk integet. Hát te ki vagy? Kérdezte kedvesen Bogyó. Szervusztok, Csiga Csaba vagyok. Itt élek a kerektó mélyén. Mutatkozott be a vízicsiga. Látod, Baltazár? Igenis léteznek vízicsigák. Nekem is vannak rokonaim. Csiga Csaba nem értette, hogy ez a másik csigafiú miért örül neki ennyire, de aztán Babóca elmesélte, hogy mi járatban vannak. Én is örülök, hogy megismerkedtünk, kedves rokonom, mondta a vízicsiga Bogyónak. Csiga Csaba, segítenél, hogy megtaláljuk a hintónkat, ami begurult a vízbe? Kérdezte ekkor Pihe. Hát persze, gyertek utánam, mondta a vízicsiga. Azzal a négy cimbora felvette a palackot, fürdőruhát húztak, és leúztak egészen a tó mélyére. Ez itt az én házikom, mondta büszkén Csiga Csaba. Szólt ekkor egy félelmetes sziszegő hang. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár mind a házikó mögé ugrottak ilyettükben. Nem kell félnetek, ő a barátom, a vízisikló. Kedves sikló, nem láttál véletlenül egy gesztenye hintót a tó mélyén? Kapaszkodjatok belém, oda viszlek titeket. Sod van! Kiáltott a sikló. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe nagyon megörültek. Sikerült, mondta elismerően a süni, amikor meglátta kis barátait előbukkanni a tó vizéből. Csónakázzunk egyet, javasolta Csiga Csaba. Mindannyian ráültek a tavirózsa levelére, Csiga Csaba pedig evezett. Itt az ideje, hogy elinduljunk hazafelé, mondta Babóca, amikor sötétedni kezdett. Nem, maradjunk még, kérte Bogyó. Eljövünk majd máskor is, szólt Pihe. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe elköszöntek Csiga Csabától. A tó partján már várta őket Soma, a süni. Mind beleültek a sünfogadba, és elindultak hazafelé. Másnap Bogyó és Babóca szép képet festettek távoli rokonaikról. Ott volt a képen Babóca Katával és Bogyó Csiga Csabával. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Bábszínház. Egy nyári reggelen Bogyó a csiga fiú izgatottan zörgetett Babóca ajtaján. Ma lesz a Bábszínház, siessünk, szóljunk Pihének és Dömének is. Bogyó és Babóca először a lepkelánynál kopogtatott. Pihe, ébresztő, gyere gyorsan, ma fognak bábozni a muslicák, a hófehérkét fogják eljátszani. A krumplibogár háza előtt ismét megálltak. Döme, ha-hó, gyere, megyünk a rétre, a báb előadásra. De Döme nem nyitott ajtót. Döme, elkésünk, siess! Nyugtalankodott Bogyó, de nem jött válasz. Pihe félénken lenyomta a kirincset és bekukkantott. A krumplibogár még az ágyában feküdt. Döme, siess, öltöz gyorsan, indulnunk kell. Én nem megyek, csupa pötty a hasam, valami össze-vissza csípet éjszaka, nagyon viszket. Pityerget Döme. Mutasd, hadd lássam azokat a csípéseket, szólt Babóca. Ez nem csípés, ez bárányhimlő, állapította meg a Katica lány. Nem kell megijedni, én is voltam már bárányhimlős, 1000 pöttyöm volt. Elmegyek Bagoly doktorért, jelentette ki Babóca. Ő majd elmondja, mit kell tenned.
Hamarosan megérkezett Bagoly doktor. Alaposan megvizsgálta Dömét. Ez bizony bárányhimlő. A bárányhimlő fertőző. Nem mehetsz bábszínházba, Döme. Fertőző. Bogyó, Babocca és Pihe is bárányhimlősek lesznek. Nem, a bárányhimlőt mindenki csak egyszer kapja el. Ők már átestek rajta tavaly. Az a legfontosabb, hogy nem szabad a pöttyöket vakarni. Biztosan lesz majd bábszínház máskor is, vigasztalta Bogyó. Ne buslakodj, hamar meggyógyulsz majd, mosolygott Babóca. A kis barátok elköszöntek Dömétől, és elindultak a bábszínházba. A réten már állt a paraván, a bábtársulat 5 muslicából állt. Hamarosan szétnyílt a függöny, és elkezdődött az előadás. Csendben figyelmesen végignézték az előadást, végül pedig nagy tapssal köszöntötték a bábosokat. Végül a muslicák azt is megengedték, hogy az erdő lakói kézbe vegyék, megnézzék a bábokat. Kár, hogy Döme nem jöhetett velünk, mondta szomorúan Babóca hazafelé menet. Biztos nagyon tetszett volna neki. És mi lenne, ha előadnánk neki mi magunk? Szólt hirtelen Babóca. Ez nagyon jó ötlet, Babóca, mondta Pihe. A három barát munkához látott a pöttyös házikóban. Pihe a törpéket rajzolta le, Babóca hófehérkét és a királyfit, Bogyó pedig a mostohát. A rajzokat kivágták és felragasztották hurkapálcára. Amikor készen lettek, odalopóztak Döme ablaka alá és bekopogtak. A krumpli bogár kíváncsian nyitotta ki az ablakát. Kezdődik az előadás, kiáltotta vidáman Bogyó, és már bele is kezdtek a mesébe. Köszönöm, mondta. Nagyon jó barátok vagytok. 10 nap múlva újra eljött Bagoly doktor, de addigra Dömének már mind eltűntek a pöttyei. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Csillaghajó. Karácsony napján Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Vendel és Gömbi hógolyózásból tartott hazafelé. Gyertek el hozzám, tisztítsuk fel a házam előtt álló kis fenyőt. De jó, köszönjük, vágták rá a többiek. Útközben Pihének támadt egy ötlete, és odasúgta Babóca fülébe. Nem ér, ne titkolózzatok, mérgelődött Bogyó. Igen, nekünk is mondjátok el, titkolózni csúnya dolog. Ó, hát ez nem olyan titok, kezdte Pihe. Igazából nem is titok. Akkor mondd el, vágta rá Vendel. Nem mondhatjuk el, mert meglepetés lesz, mondta Babóca. Most elmegyek a meglepetés miatt, de hamarosan visszajövök. Babóca kitette az asztalra a friss kalácsot, a kis barátok jó ízűen falatoztak. Nagyon finom, mondta elismerően Bogyó. Aztán Babóca elővette a színes papírokat, ollót, ragasztót és szalagokat tett az asztalra. Munkához láttak, csillag, hold, szív, virágformákat vágtak ki a lapokból, és mindet felfűzték egy hosszú szalagra. Mire besötétedett, visszaérkezett Pihe. Most már mondd el, mi a titok, duzzogott Baltazár. Nem, még nem lehet, titokzatoskodott a lepkelány. Én hazamegyek, ha titkolóztok. Na jó, díszítsük fel odakint a kis fenyőt, és utána mindent elmondok, jó? Szólt Pihe. Jó, egyeztek bele, kelletlenül a fiúk. Megfogták a szalagot, kivitték a ház elé, és rátekerték a kis fenyőre.
súgta meghatódva Gömbi. Körbeállták a fát, és énekelni kezdtek. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kalácsom? Nézzétek, mi lehet az a fényesség fenn az égen? Talán egy istekös, mondta Gömbi, de nem találgattak tovább, mert a fényesség lejjebb ereszkedett, és mind rájöttek, hogy nem más az, mint a csillagház. Az ablakában pedig ott integetett a régi kedves ismerős, a csillaglány. Hát ez volt a titok, ugrándozott örömében Wendell. De hogyan hívtátok meg? Felrepültem a holdhoz, és megkértem, hogy keresse meg a csillaglányt, mesélte Pihe. Ekkor a lányka elővette egy zsákot, és kinyitotta. Fényes csillagok repültek ki belőle. A csillagok először körbe táncolták a fenyőfát, azután felröppentek a magasba, majd visszaereszkedtek, és egy hajót formáztak az elején hosszú lépcsővel. A kis barátok óvatosan lépdeltek felfelé a csillaglépcsőn. Amint a csillaglány hárfázni kezdett, a csillaghajó felszállt az égre, és körbe repült az erdő felett. Jól látszott odalent a sok ház, még Sönsoma háza is feltűnt, ahol a Süni már rég téli álmát aludta. Hű, nagyon szép! Ámuldozott Baltazár. Végül visszaereszkedtek Babóca háza elé. A lányka meghajolt, és intett, hogy indulnia kell, nem maradhat tovább. Babócának hirtelen támadt egy ötlete. Felröppent a magasba, leakasztotta a fenyőről a díszekkel teli szalagot, és átemelte a csillagházra. A lágy zenétől azonnal emelkedni kezdett a csillagház. Ez nagyon jó meglepetés volt, Pihe, állapította meg Gömbi. Ezt a karácsony estét sosem felejtjük el, mosolygott Wendell. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A papírsárkány. Bogyó, a csigafiú még aludt, amikor Babóca, a katica kislány bekopogott az ablakán. Jó reggelt, Bogyó! Gyere, csináljunk papírsárkányt! Babóca megrajzolta, Bogyó pedig kivágta a papírsárkányt. Azután színes papírszalagokkal feldíszítették. Végül hosszú kötelet kötöttek a papírsárkányra. Próbáljuk ki, mondta Babóca. Kézen fogva elindultak, hogy megröptessék a sárkányt. De hiába dobták fel újra és újra, a papírsárkány mindig visszazuhant. Felmászom a fára, és megpróbálom onnan, hát ha felrepül, mondta Babóca, de a papírsárkány most is lezuhant a földre. Hirtelen feltámadt a szél. Nagy erővel magával sodorta a sárkányt, és vele együtt Babócát is. Bogyó, segíts! Bogyó felmászott a fára, és elkapta Babóca lábát, de nem tudta visszahúzni a papírsárkányt, így már ketten repültek tovább. Arra repült Baltazár, a méhecske. Elkapta Bogyó lábát, de neki sem sikerült visszahúzni a papírsárkányt, így már hárman repültek tovább. Egy fenyőfa tetején üldögélt Döme, a krumplibogár. Elkapta Baltazár lábát, így már négyen repültek tovább. Ugri, segíts! Kiabált le Baltazár az arra sétáló Szöcske kislánynak. Ugri elkapta Döme lábát, így már öten repültek tovább. A szél egyre erősebben fújt. Arra szállt Pihe, a Lepke kislány. Elkapta Ugri lábát, így már hatan repültek tovább. Wendell, a szarvasbogár, és Szellő, a szitakötő, ilyetten néztek utánuk.
fújja a sárkányt a szél. A papírsárkány belegabolyodott egy fenyőfa csúcsába, ők pedig mindnyájan a fák tetejére estek. Aztán elállt a szélvihar, és kisütött a nap. Bogyó aggódva nézett a katicára. Babóca, én nem tudok repülni, hogy jutok le innen? Ne aggódj, Bogyó, majd csak kitalálunk valamit. Már ki is találtuk, kiáltott Vendel. Gyere, Bogyó, ugorj bele a ponyvába! Ne félj, nem ütöd meg magad! Amint Bogyó belehuppant a ponyvába, rögtön vissza is pattant, és újra a magasba repült. Nézzétek, ez nagyon jó! Próbáljuk ki mi is, kiáltották a többiek. Késő estig ugrándoztak fel le a ponyván. Éjjel, amikor az erdő lakói már mind aludtak, a szél újra feltámadt, és elvitte magával a papírsárkányt.